Sziasztok, ez itt a heti még borutós verziója, méghozzá a 85. epizódjával. Ismételten érdekes részt láthattunk, és egyre valószínűbbnek tűnik egy nagy, sorozatos összecsapás itt a fináléra. Úgy tűnik, hogy számíthatunk itt majd egy konohai erősítésre, és talán még maga Naruto is harcba fog majd szállni. A szívkő keresése egy jó kis utalás sejtetett, illetve a készítők eszünkbe juttatták, hogy ki az a földes ninja, akit mi az előzetesben láthattunk. A rész elején a remekül meganimált tűz mellett az éjszakai mélázáson volt a hangsúly. Boruto nagyon cselekedne már, de maga Onoki se bírt aludni, hiába fordult el. És miatt a hősünk elmegy sétálni, felbukkan a földes ninja, aki nem más, mint Sekki. Annak a brigádnak az egyik tagja, akik nagy mellénnyel mentek el a konohai vizsgára, de hát idő előtt buktak el. Szegény Sekki már 3 napja bajongott, és tudja, hogy meghalt volna, ha nem találkozik Borutóval. A gyomorkorgás azonban megint félrecsúszott, mivel ez a hang ismételten a seg trombitára utalt. A doktorunk jelentést tett Kūnak, és megtudtuk, hogy a mesterséges embereknek feltétlenül szükséges az emberi szív. Ez azt jelenti, hogy Orochimaru is szerzett egyet, vagy Mitsukinak ilyenre nem volt szüksége, mert Mitsukinak kifejlődött a sajátja a spéci születésekor. Szerintem az utóbbi az igazság. De vajon beleférne a sorozatba egy elkapott ember, akit asztalra tesznek, hogy kivegyék utána a szívét? Esélyes, hogy ezt nem fogják meglépni, így Kūnak a terve, hát bukásra van ítélve. Láthattuk, hogy az Onoki hordálunk menekült az akuták elől, ahol a 2 akció egyikét kaptuk meg. A megjelenítés nem volt rossz, de amikor Konohamaru megjelent, hogy megmentse az illetőt, akkor ő nagyon kemény jelenetet adott nekünk. Egyelőre nem sok vizet zavar még, amikor kell majd, szerintem oda fog ő csapni egy jót. Amióta láttam azt a filmet, amiben egy csapat bulizós fiatalnak ki akarták venni a szerveit Brazíliában, én azóta egyedül egyáltalán nem mernék elmenni abba az országba, hiába annyira szép és tele van foci. Shikadai majdnem ebbe a helyzetbe került, és azzal úszta meg, hogy folytogatta magát. Ehhez is van persze egy jó hasonlat, de hát Shikadai még túl fiatal ahhoz, hogy ezt ő megértse. Boruto és Sekki egész nap keresték a szívkövet, és egyébként Sekki karaktere igazán figyelemre méltó. Igaz, hogy komolytalannak tűnik, de hát mégis ketté tudta törni azt a sziklát, pedig a síkságban nem lehet ninjutut használni, ami pedig azt jelenti, hogy neki ilyen az ereje sima formájában. Magával a szereplővel pedig azt üzenik felénk, hogy bárki nagyjá válhat, ha hisz magában. A sötétben lapuló szempár nem volt más, mint az a farkas, akit mi Konohában is láthattuk. A Pokémon-szerű ordas ezúttal is komolytalannak hatott nekem, de nem estünk át azért a teletavi szintre. Másrészt kaptunk egy jó kis akciót, amikor Boruto kilőtte Sekkit, aki így ezután be tudott egy jó nagyot nyomni szegény farkasnak. A bátorság és a hit miatt pedig a kő felvillant a hősünk kezében, vagyis bármelyik kő a szívkővé válhatott, csak az illetőnek bizonyítania kellett az eltökéltségét. Egészen különös, hogy nem tértünk ki Borutóra, pedig ő is nagyon kereshette volna a szívkövét. Ő még túl zavaros, a sorsa nincs eldöntve, ezért nem juthatott szerintem volna dűlőre ebben a helyzetben, csak ez lehet a válasz. Onoki és Boruto el se búcsúztak Sekkitől, pedig nélküle nem igazán tudtak volna kijutni abból a síkságból. Mondanám, hogy Sekki lelkét akarták védeni, hogy ne tudjon Borutoék és Onoki háborújáról, azonban az epizód végén kimondták, hogy Kūék át akarják venni a falunak az irányítását, vagyis minden bonyolódni fog. Mindjárt polgárháború lesz, és ugyan Onoki megszerette Borutót, nem hiszem, hogy visszakozni fog. Sőt, nem is tudna, mert szerintem Kū innentől önmagától is cselekedni fog, ami azt jelenti, hogy közelít az öntudatra ébredt robotos hatás. Ő is töredezik, és akit megcsap az elmúlás szele, az mindent megtesz, hogy életben maradhasson. Ha nektek is szimpatikus ez a Sekki, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is felejjetek, vártok egy Konohamaru vs Kū jelenetet. A következő részben Onoki erősebb puhítást akar gyakorolni Borutóra. Közben lesz egy jelenet Onoki unokájával, Kū pedig hatalomátvételre készül. Ki ne hagyjátok az újabb epizódot! Ez volt a heti még borutós változata erre a hétre, találkozunk a legközelebbi alkalomkor, addig is heloztok! Ha tetszett a videó, lájkold, kommentelj és iratkozz fel! És keresd a csatornát a további tartalmakért!